2017-re a Honda megjelent egy olyan kis kalandmotorral, amit meglátva mindenki felkiált, hogy hű de baromi jól néz ki. A CRF 250 Rally tényleg egy iszonyatosan ütős kis vas, nagy kérdés, hogy mellette mint motor mit tud. Műszakilag a motor gyakorlatilag teljes egészében a már évek óta, 2012 óta létező CRF 250L modell változatra támaszkodik. Ugyanúgy egy 250 köbcentiméteres egyhengeres DOHC erőforrása van. Ezen annyit módosítottak, hogy az Euro 4 normáknak megfeleljen, tehát egyébként egy csomó minden változott benne, belső bevonatok, súrlódás csökkentés és egyebekkel. Most a motorblokk 25 lóerőt és nagyságrendileg 23 Nm forgatónyomatékot ad le. Az egész gép, adventure, meg kalandmotor, meg minden ide vagy oda, 157 kg menetkészen, tehát ez már teletankolt tömeg, úgyhogy ahhoz még mondhatjuk azt is, hogy megfelelő ez a teljesítmény. A futóművön alapvetően szintén nem változtattak radikálisat. Elől maradtak a 43 mm átmérőjű Sova teleszkópok. Ami változott, hogy 50 mm-rel hosszabb maga a teleszkóp, viszont a rugóút az ugyanannyi maradt, ez 250 mm elől. Az első futómű egyébként olyan viszonylag puhára van hangolva, aszfalton is elmegy, hogyha nem akarunk valami pályaversenyző stílusban motorozni vele, terepen pedig itt az eleje az kimondottan kellemesen működik. Aztán, hogyha elballagunk ide a motor hátuljához, akkor látjuk azt, hogy hátul is egy darab központi rugóstagunk van ott egy kicsit elbújtatva. Ennek viszont viszonylag komoly problémája, hogy semmilyen paraméterre nem állítható, ami önmagában nem lenne baj, viszont rettentő módon puha. Tehát, hogy ezt megmutassam nektek, rögtön föl is pattanok a motorra. Tehát nézzétek meg, hogy ahogy fölülök, csak az én mondjuk egymázsa körüli súlyom alatt, ez ennyit ül össze, és aztán majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mit csinál menet közben. Tehát a probléma az a motor hátuljával, hogy aszfalton is nagyon puha, és terepen pedig kimondottan az. Tehát sajnos ez a hátsó rugóstag, ez körülbelül az én érzésem szerint valahol 70 kg környékén behatárolja a motornak a használható terhelhetőségét. A motor műszerfala, hát az semmi újat nem fog mutatni. A márka számos modelljében az NC700-asoktól elkezdve a mostani CB sorozatig megtalálható ugyanez a műszerfal. Tehát van rajta üzemanyagszintünk, fordulatszámunk, sebességünk, meg egy nagyon egyszerű kis fedélzeti számítógépünk. Amit még érdemes megemlíteni, az az ABS-nek a kikapcsolhatósága. Tehát, hogyha megnyomom hosszan ezt az oldalt külön felszerelt gombot, akkor látjuk is, hogy kikapcsol, és mutatja, hogy csak a hátsó ABS-t kapcsolja ki. A fékrendszer az egyébként az egész motorhoz abszolút mértékig elegendő, csak helyesen kell tudni fékezni vele, tehát mindig kell használni a hátsó féket, és az elsőt azt nagyon progresszíven kell kezelni. Maga a motor egyébként nagyon érdekes, mert hogy ugye a 895 mm-nek kiírt ülésmagasság az elsőre nagyon sokaknak ijesztő, csak hát láttátok ugye már álló helyzetben, meg látjátok most is, hogy mi az az összeülés, amit a futómű produkál mondjuk az én súlyom alatt. Tehát egyébként pont emiatt már egy ilyen 170 cm környékén tök jó róla a talajfogás, holott a 895 alapján mindenki azt mondaná, hogy ez nonsense. Ami megint csak érdekesség, hogy az én 190 centimhez, meg ahhoz képest is túl hosszú lábaimhoz, ha megnézitek, az üléspozíció ülve még mindig tök jó. Tehát egyébként aszfaltos használatra én azt mondom, hogy ebben a pozícióval én el tudnék messzebbre is indulni. A szélvédelem is ezzel a kis nagyon szép CRF 450 Rally-ról, tehát a Honda Dakar motorjáról mintázott fejidommal teljesen korrekt, tehát elfogadható, ezzel is el lehet indulni hosszú távra. Mindezzel igazából semmi gond nincs. Az egyetlen egy probléma a 180 centiet megint satszolom fölöttiek esetében, az az lesz, hogy terep használatnál egész egyszerűen nem lehet normálisan állni a motoron, ugyanakkor ha nem állsz a motoron, akkor a hátsó futómű gyengesége hihetetlen módon leredukálja a motornak a használhatóságát. A CRF 250 Rally vitathatatlanul abszolút első számú erénye az egyébként a külseje. Tehát ha végignézzük, minden részletébe lehet gyönyörködni, az egész fejdom. Mögötte a Honda felirat alatt a kis karbon mintázat, a aszimmetrikus, nagyon szép ledes lámpák, az emelt sárvédő, rajta a dekormatricák, az aranyszínű fordított Sova teleszkóp, a fűzött kerék, rajta a stílusában hozzáillő bütykös gumi. Az egyébként nagyon agresszívnek tűnő
védelem, hogy mi van igazából alatta, az egy esés után derül ki, tehát hogy mennyire masszív példának okáért ez az oldalidomzat. Az egy esés után kiderül, reméljük, hogy a forgatás végéig erre nem fog sor kerülni. Aztán utána ugye szépen végignézhetünk mindent, tehát oldalta, a dekorelemek, maga a tank, maga a nyereg formázása, az összes matricázás. Tehát ezek mind olyan írtó dizájnosak, az egész motorra azt lehet mondani, hogy egyszerűen öröm nézni. Tehát tényleg, amikor mondjuk egy ilyen földutas használat után megálltunk valahol egy kis kávézóba, kortyolgatjuk a kapucsinónkat, és úgy elgyönyörködünk az enyhén összesarazott kis CRF-ünkben, akkor nagyon-nagyon fog dobogni a szívünk. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy a Honda CRF 250 Rally egy jól eltalált kis motorka, viszont nagyon be kell határolni, hogy ki lesz a célközönsége. Tehát amit már korábban említettem, 170-től 180 centi, ha egy mód van rá, nem több mint 70 kiló. Ez a motor, ez nem fogja megijeszteni, nem lesz túl erős. Ugyanakkor nagyon komfortos a futóműve a legszarabb magyar utakon is. Nem hard enduro szinten kell gondolkozni, de egy terepmotorozós, terepkirándulós kategóriára viszont nagyon jól el fog velük boldogulni. Nagy tempókat nem kell akarni tőle, tehát hogyha az a 90-100-as utazót elfogadjuk, mert megy egyébként ő 100, az én súlyomban 127-128-at, ott van a vége, de ott már rettenetesen szenved. Tehát tulajdonképpen ez a 90-től max 110, azzal kényelmesen elleszünk, nem kell rohanni. Viszont a motorozásnak, a duálsport jellegű motorozásnak a megismeréséhez és annak a békés szinten műveléséhez tök jó kis tudsz.